Szeretettel köszöntök minden kedves szexárdit. Örülök, hogy ilyen sokan érdeklődnek az agykutatás eredménye iránt. Köszönöm Tóth Csabának a megtisztelő meghívást. Ha úgy gondolod, hogy van új mondani valóm, akkor bármikor hívj és szívesen jövök. Ezeket az előadásokat ugyanis borkostolók szokták követni, ami talán nem árulok el titkot, hogy kedvelője vagyok nem csak a jó magyar boroknak, hanem a borászoknak is, akik számosan megtiszteltek a barátságukkal. Az agykutatás eredményei miért is ennyire izgalmasak? Ma már szinte szállóigévé vált, hogy az agy megismerése az emberiség, a tudomány, a korunk legnagyobb kihívása, hiszen nem másra vállalkozik az agykutató, mint hogy próbálja megismerni magát a megismerő szerkezetet. Ez akár egy filozófiai vagy költői kérdés is lehet, hogy képes-e valaha megismerni önmagát a megismerő szerkezet. Az agy ugyanis nem más, mint az anyag evolúciójának csúcsa, legkomplexebb terméke, mondhatjuk úgy is, hogy az emberi agy formájában ébredt öntudatára az anyag. Ettől még önmagában nem lenne olyan népszerű az agykutatás, hogy világszerte ma már hatalmas programokat indítanak. Az Európai Unió például az Emberi Agy projektjét, a történetének legnagyobb tudományos programját indította el szeptemberben, 1,2 milliárd eurós költségvetéssel 10 évre. Ehhez csatlakozott Barack Obama egy amerikai programmal, ez 3 milliárd dollárt irányzott elő megint csak egy 10 éves programra. A magyar kormány pedig mindkettőt megelőzze, már 2012. decemberében meghirdette a maga agykutatási támogatási programját a Kutatási és Innovációs Alapból, ez pedig 12 milliárd forint 4 évre. A magyar kormány sem adott még egyetlen tudományterületnek sem ekkora támogatást. Ezt nemzeti agykutatási programnak hívjuk, engem kértek fel az elnöklésére, és egy olyan konzorcium bonyolítja ezt a programot, amelynek a legnagyobb 5 egyetem a tagja, 3 akadémiai intézet, az Amerikai Úti Idegsebészeti Intézet és a Richter Gyógyszergyár. Szóval az izgalmas az igazán az ebből a szempontból, hogy mi az, ami a politikusokat meggyőzte. Hát nem az, hogy az emberi agyban ébredt öntudatára az anyag, ilyennel nehéz őket komolyabb pénzügyi támogatásra bírni. Viszont ami a politikusok számára is érthető beszéd, az az, hogy az agy betegségei jelentik a legnagyobb egészséggazdasági és szociális terhet a társadalom számára. És hogy ez nem csak ilyen légből kapott szöveg, azt bizonyítja az Európai Unió, azon belül is az Európai Agytanács kutatása, amely kiszámolta, hogy 2010-ben, ez egy hatalmas nagy vizsgálat volt, 2010-ben az agy betegségei 798 milliárd euróba kerültek az Európai Uniónak. Tehát 798 milliárd euró. Csak hogy érzékeljük, hogy ez mekkora összeg, ha összeadjuk az 5 következő legdrágább betegségnek a bekerülési költségét, ide tartozik a rák, a szívérendszeri betegségek, a diabétesz, a krónikus tüdőbetegségek és a reumatoid artritis, ezeket mind összeadjuk, az 500 milliárd euróba kerül. Tehát az agybetegségei több mint 50%-kal meghaladják az azt követő 5 legdrágább betegséget összesen. Most ez így lehet, hogy meglepőnek, döbbenetesnek hangzik, de azonnal belátja mindenki, hogyha belegondol, hogy míg szívérendszeri betegségben, rákban, egy szívinfarktusban viszonylag hamar meghalnak az emberek, addig, ha születik egy családban egy autista gyermek, egy skizofrén gyermek, az leél egy teljes életet. Az életen keresztül gyógyszeres, szociális ellátásra szorul, és az esetek többségében még egy családtagot is kivon a munkavégzésből. Ez mind beleszámít egy betegség költségeibe. Alzheimer-kór. Megint csak 60-70 évesen valaki Alzheimer-kóros lesz, még 10-20, akár 30 évet is leélhet. És ez alatt az idő alatt végig szociális ellátás, gyógyszer, és megint csak egy-egy családtagot általában kivon a munkavégzésből.
Tehát irdatlan költségekről van szó, aminek a magyarázata, hogy hosszú-hosszú időn keresztül kell az ideg és elme betegeket gondozni. A depresszió, ami talán ma a legdrágábbnak számító betegség, az pedig megjósolhatatlan, kinek milyen gyógyszeres eljárás, vagy éppen pszichoterápia hasznos, mikor esik egy olyan fázisba, amikor nem tud munkába járni, esetleg terhet jelenthet a családjának, amellett, hogy saját maga számára ugye a legnehezebb teher. Tehát mindezt végig gondolva érthető ez a bekerülési költség. Most ezekből az érvekből értenek a politikusok is. Pláne, ha még azt is hozzátesszük, hogy ezek a költségek csak növekedni fognak, ugyanis a populáció, a civilizált társadalmak átlag életkora az szépen lassan tolódik egyre kifelé, köszönhetően a rák kutatóknak, a szívérendszeri betegségek kutatóinak egyre tovább élünk. Viszont ezzel párhuzamosan nő az időskori demencia, Alzheimer-kóros betegeknek a százalékos aránya. És ez egyre nőni fog. A másik, ami egy elég szintén a veszélyes tendenciát sugall, az az, hogy az agyra iszonyatos adaptációs nyomás nehezedik, de erről majd részletesen az előadásban, az információ robbanás, kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése révén, és ez is folyamatos krónikus stressz, depresszió, szorongás, pánikbetegség forrása lehet. Tehát ha mindezeket az ember veszi a fáradtságot és folyamatosan súlykolja a politikai döntéshozókba, akkor annak előbb-utóbb meg lesz az eredménye, és ez most meglett nem csak az Európai Unióban és Amerikában, de itt Magyarországon is. Ha az agy megismerése az emberiség legnagyobb kihívása, akkor ezen belül az emberi agy kéreg megismerése a neurobiológia számára a legnagyobb kihívás. Az agykérgünk ugyanis az a struktúra, az a része az agynak, ami a legmagasabb rendű idegműködésekért felelős. Itt, amit talán nem tudom mennyire lehet látni a diákat, kicsit talán túl világos van, ez a barna színű réteg, ami így tekervényezetten töltik itt a koponyánkat, ez a sok kis gírus, szulkuszt talán látják, ez a barna színű, ez az agykéreg, ez egy olyan kb. 3-4 mm vastag agyrész, ami ha kiterítenénk, akkor közel 1,5-2 négyzetméter lenne. Ennek a nagyságával arányos az agykéreg feldolgozó tároló kapacitása. Tehát a felszínt kellett megnövelni, de egy ekkora felszín már csak úgy fér be a rendelkezésre álló koponyába, hogyha jó alaposan fel van hajtogatva. Na ez így még jobb. Köszi, ez így teljesen jó. Ez az agykéreg az, amiben közel 100 milliárd idegsejt van, és ennek a 100 milliárd idegsejtnek a bonyolult hálózatai azok, amelyek, mint említettem, a legmagasabb rendű idegműködésekért felelősek. Ide tartozik a tudatos érzékelés folyamatai, itt raktározódnak el a memórianyomok, itt társulnak érzelmi és motivációs impulzusokkal, innen indul cselekedeteink tervezése, levezénylése, mindezekben persze más agyterületek is részt vesznek, de a központ, az irányítás az mindig agykérgi eredetű. Itt támadnak eredeti új gondolataink, tehát a kreativitás is ide köthető, agykéreghez köthető. Az emberi agykéreg az, ami képes saját létezésének tudatában lenni. Elhelyezi az ént az agyak hálózatában, ami úgy is lehet értelmezni, mint maga a társadalom. És ez az emberi agy az, amelyik fel tudja tenni talán a legfontosabb kérdéseket, mi az élet értelme, mi az eredete, sorsa, küldetése, nem anyagi jellegű elménknek, szabad akaratunknak, én tudatunknak, vagy lelkünknek, akárhogy is nevezzük. Ezek a legfontosabb kérdések viszont természettudományos módszerekkel nem vizsgálhatók, ezért ezeket a kérdéseket a hit kérdéskörébe kell utalja még a természettudós is. Az ateista is csak hisz, ezért mondom, hogy hit kérdéskörébe. Így tehát kiválóan megfér egymás mellett a hit és a természettudomány, hiszen
nem vetélytársai egymásnak, hanem egymás komplementerei, kiegészítői. A hit olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a természettudomány fel sem tehet magának, hiszen nincsenek eszközei, amellyel azt vizsgálhatná. Tehát mindezekért a hihetetlen funkciókért az az agykéreg felelős, amelyben közel 100 milliárd idegsejt van, és bonyolult komplex hálózatokat képez. Ezeknek a hálózatoknak a szerveződésével, működési logikájával szeretném megismertetni önöket első lépésben. Ígérem, hogy annyira leegyszerűsítem, amennyire csak lehet, nem lesz több, mint 10-15 perc, de az üzenetet mégis szeretném átvinni, ugyanis az előadás hátralévő részében olyan társadalmi kérdésekről lesz szó, amelyek ezek nélkül, a tudományos megalapozások nélkül, információk nélkül csak a levegőben lógna. Igazából úgy fogják tudni önök is elfogadni és megbízni ezekben a következtetésekben, hogyha értik, tudják a háttérben álló tudományos ismereteket. Hogyan lehet képes 100 milliárd idegsejt hálózata ezekre a hihetetlen funkciókra? Hát csak úgy, hogyha óriási a feldolgozó kapacitása. Ennek pedig feltétele az, hogy komplex hálózatokat képezzenek. Tehát, hogy minden egyes idegsejtje ennek a 100 milliárdnak minél több másikhoz kapcsolódjon, méghozzá közvetlen membrán-membrán kontaktussal. Most, hogyha az idegsejtek úgy néznének ki, mint mondjuk a májsejtek, amelyek ilyen köbösek, vagy gömbölydedek, vagy akár kocka alakúak is lehetnek, hány másik májsejttel tud egy ilyen májsejt közvetlen membrán-membrán kapcsolatot létesíteni? Ha itt ezen az ábrán megnézzük, mondjuk ezt a sejtet kiválasztjuk, ebben a fotósíkban a 9 másikhoz fekszik hozzá. 9 másik sejttel alkot membrán-membrán kapcsolatot. Ha ezt megnéznénk ugye 3 dimenzióban, akkor se lenne több szomszédja, mint mondjuk egy ilyen 15-20 darab. Most ezzel szemben egy-egy tipikus agykérgi idegsejt 50, 80, 100, 1000 másikkal létesít közvetlen membrán-membrán kapcsolatot. És hogyan lehet erre képes? Csak úgy, hogy rendkívül komplex nyúlványrendszert növeszt. Ez itt egy idegsejtnek a sejt teste. Mondjuk ez megfeleltethető egy ilyen májsejt, sejt testének, de míg a májsejtnek itt vége van, az idegsejt tulajdonképpen itt kezdődik, hiszen hihetetlen hosszú, bonyolultan elágazó nyúlványrendszere van. Ez az összes nyúlványrendszer, amit itt látnak feketével megfestve ezen a fénymikroszkópos ábrán, ez mind-mind ennek az egyetlen egy idegsejtnek a nyúlványrendszere. Most ezen keresztül képes az idegsejt arra, hogy membrán-membrán kontaktust létesítsen akár 80-100 ezer másik idegsejtel. Most ezek a sejtek kommunikálnak egymással, de ahhoz, hogy adni is tudjon információt egy idegsejtnek, fogadni is tudjon, ehhez kétféle nyúlványrendszerre van szüksége. Az egyik, amin keresztül fogad információkat, ez itt megint csak egyetlen egy idegsejt összes nyúlványának a rajza. Ez a rész, ami itt ki van nagyítva, ez az impulzusok fogadására specializálódott nyúlványrendszer. Ezt mindegy, hogy hívják, van neve, dendritfa. Lényeg az, hogy mint láthatják, ez egy sűrűn tüskézett nyúlványrendszer, ahol körülbelül 20 ezer tüske van rajta, és minden egyes tüskéje ennek a nyúlványnak arra specializálódott, hogy egy másik idegsejt nyúlványát fogadja. Tehát, ha ezen 20 ezer körüli tüske van, akkor ez 20 ezer másik sejttől fogad impulzusokat ezeken a tüskéin keresztül. Most a másik nyúlványrendszere, annak is van neve. Ja, még előtte mutatnék egy-két ábrát, hogy hogyan is néznek ki ezek a tüskék. Itt ezen fénymikroszkópos ábrán jól látható, hogy némelyik ilyen kis szőrszálszerű, de van olyan, ami dobverő vagy gomba formát ölt. Lényeg az, hogy mindegyik ilyen kis szőr vagy gomba az egy célpontja egy másik idegsejt nyúlványának. Ezek a nyúlványrendszerek annyira szépek is tudnak lenni, hogy ezt például egy diák a Stanfordi Egyetemen a hátára tetováltatta.
hogy mennyire is szépek, ez például a kishagyból egy purkényesejt, ennek is hihetetlen gazdag elágazódása, a dendritfája, ezen is láthatják, hogy szőrös, tüskés, de vannak olyanok is, amelyek nyúlványai nincsenek, szőrök, tüskék, ez például egyetlen egy idegsejtnek a nyúlványrendszere a retinából. Tehát a retina is tulajdonképpen a központi idegrendszer egy perifériára kihelyezett része. Itt lévő idegsejtek érzékelik a fényt, a ganglionsejtek, aztán nyúlványaikon beküldik az impulzusokat az agyba. Tehát így néz ki például egy amakrinsejt a retinában. Na most akkor a leadó nyúlványrendszerről is egy pár szó. Tehát ezek a rövidek, vastagok, tüskések, ezek voltak a fogadórendszer, mint egy antenna, fogadják az impulzusokat más sejtektől. Ez a vékonyabb, sokkal gazdagabban elágazó, messzebbre futó nyúlványrendszer, ezt úgy hívják, hogy axon, ez arra specializálódott, hogy ha beérkezzenek az impulzusok erre a sejtre a dendriteken keresztül, és ez a sejt aztán annyi impulzust kapott, hogy attól ő is generál egy elektromos jelet, egy kisülést, akkor ezek az elektromos kisülések ezen a nyúlványrendszeren végig szaladnak, és átugranak a lánc következő idegsejtjeire. Most, hogy hány darab idegsejten képes ez végződni, ahhoz meg kell számolni ezeket a kis gyöngyöket ezen a gyöngysoron. Tehát ez a leadó nyúlvány, ez úgy néz ki, mint egy gyöngysor. Ez a fogadó, ez a vastag, nagyon fekete, a leadó, ez a vékonyabb gyöngysor. És a gyöngysornak minden egyes gyöngye az egy olyan hely, ahol az impulzus tovább tudja passzolni az idegsejt egy következő idegsejtre. Most ennek ismerjük a pontos kémiáját, morfológiáját. Ezekben a gyöngyökben van rengeteg sok ingerlet átvívő anyaggal töltött kis hólyagocska. Ezek azok, amelyek az ingerlet hatására kiürítik az anyagaikat, és ez viszi át az ingerletet a következő sejtre. De ez most a mondani való szempontjából kevésbé lényeges. Tehát itt látható egy sematikus ábra erről az ingerület áttevődésről. Itt van egy sejtnek a leadó nyúlványából egyetlen kis gyöngyöcske, ami egy egész gyöngysort kell itt elképzelni. Ezen a nagyításon egészen a gimnázium túlsó végében lenne a másik vége ennek a sejtnek. Ez pedig már egy fogadó idegsejtnek a fogadó nyúlványa azzal a bizonyos gomba vagy dobverőszerű tüskével. Tehát ez fogad, ez lead. És a kettő közötti kapcsolatot, ezt az ingerület áttevődési helyet úgy hívják, hogy szinapszis. Több idegen szót nem is fogok mondani. Ezek a szinapszisok, amelyeken keresztül az impulzus, ingerület egyik sejtről átugrik a másikra. Tehát egy átlagos idegsejt, körülbelül 40-60 ezer ilyen leadó készüléke van, tehát 40-60 ezer másik sejtnek tudja átpasszolni az impulzust, még egy ilyen sejtnek körülbelül 20 ezer ilyen tüskéje van, tehát ő 20 ezertől képes fogadni impulzusokat. Ez tehát a maga a szinapszis. Most el tudják képzelni, micsoda tároló kapacitása, vagy feldolgozó kapacitása lehet egy olyan szövetnek, idegszövetnek, amelyben 100 milliárd idegsejt van, melyek mindegyike 20 ezertől kap 40-60 ezernek meg továbbít impulzusokat. Tehát ennek a tároló kapacitása az gyakorlatilag végtelen. Pláne, ha még a legfontosabb dolgot nem is vettük figyelembe, ez pedig az, hogy ezek a bizonyos szinapszisok nem is állandó erősségűek, hanem használattól függő módon képesek megerősödni, de akár gyengülni is. Mi kell ahhoz, hogy ezek a szinapszisok megerősödjenek? Az, hogy a továbbító és a fogadó idegsejt pontosan egyszerre süljön ki. Méghozzá annyira egyszerre, hogy 2-3 millisekundum precizitással, tehát a másodperc ezred részének a specificitásával, precizitásával egyszerre süljön ki. Akkor ez a szinapszis képes megerősödni, és miért olyan fontos ez? Mert ez a memória elemi egysége. A memórianyomok úgy égnek bele az agykérgünkbe, hogy az éppen kódolást vagy éppen feldolgozást végző idegsejtek ilyen precizitással egyszerre sülnek ki, és akkor a köztük lévő szinapszisok megerősödnek, és onnantól fogva
Azért az emlékképért felelős idegsejtek hálózata az ilyen megerősödött kapcsolatokon keresztül lesz összekötve. És innentől fogva egy ilyen potenciírozott, megerősített kapcsolatokon keresztül kommunikáló mini hálózat megfeleltethető egy memória nyomnak, egy engramnak. Tehát ilyen egyszerű a memória beégetődése az agykéregbe. És azért ennyire nem egyszerű, itt ennek az egésznek bonyolult molekuláris mechanizmusai vannak, ezt is ma már tudjuk, de most nem mennék bele a részletekbe. Tehát valahogyan az agykéregnek biztosítania kell azt, hogy az éppen feldolgozást, kódolást végző idegsejtek ilyen hihetetlen precízen egyszerre süljenek ki. És persze egy memórianyom, mint említettem, nem egy szinapszisban tárolódik, tehát nem két idegsejt közötti kapcsolatot kell megerősíteni, hanem nagyon sok, akár 1 millió, akár 10 millió, akár 100 millió, attól függően, hogy éppen mit akarok memorizálni, ennyi idegsejt kell, hogy egymással tartósan megerősítse a kapcsolatát, különben nem lesz memórianyom beégetődés. Hogyan képes ezt a hihetetlen fokú szinkronizációt, mert itt erről van szó, ezt a szinkronizációt biztosítani az agykéreg? Ehhez kellenek a gátlósejtek. Amiről eddig szó volt, ezek a sejtek, ezek egymást serkentik. Ez az igazából jellemző ezekre az agykéregi sejtekre, ezek egymást serkentik. Ők azok, amik 20 000 másik serkentőtől kapnak, meg 40-60 000 másik serkentőnek adnak impulzusokat. Ezek képezik a memória hálózatokat is. De hogy ezek képesek legyenek ezeket a memórianyomokat beégetni, ahhoz kellenek a gátló sejtek, amelyek gátlás útján szinkronizálják a serkentő sejtek bonyolult hálózatai. Itt csak az esztétikum kedvéért bemutatok néhány gátló sejtet. Ez a fehér, ez a serkentő sejt, ez a fogadó nyúlványa, ez a sok, ez a leadó nyúlványa. A színessel kirajzolt sejtek pedig gátló idegsejtek. Ezek csak mintegy 10%-át adják az idegsejt állománynak, de működés szempontjából alapvetőek, hiszen nélkülük nincs memória nyom beégetés. Így lehet valahogy elképzelni, itt a serkentő sejtekből egy néhány ki lett rajzolva ezen az ábrán. Hogy néz ki hozzájuk képest a gátló sejt? Így néz ki. A leadó nyúlványa a piros, amiről jól látjuk, hogy körül fonja a serkentő sejteknek a sejt testét, amiből az összes nyúlvány ered. A fogadó is, meg a leadó is. És úgy fonja körül, mintha meg akarná őket folytani. Tehát ezeknek a gátló nyúlványoknak, ezeket azért hívjuk gátlónak egyébként ezeket a sejteket, ellentétben a serkentőkkel, mert ha ők beidegeznek egy másik sejtet, akkor annak a hatása az, hogy eltávolítja azokat a sejteket a kisülési küszöbtől, tehát megnehezíti azt, hogy ők jelet produkáljanak. Tehát hiába kapnak rengeteg serkentést, ha legátolja őket egy gátló sejt, akkor nem engedi, hogy a serkentés elvigye őket a kisülési küszöbhöz, tehát elhallgattatja őket. Ezért hívják őket gátló sejtek. Na most hogyan lehet gátlással szinkronizálni? Erre készítettem egy animációt a televíziósokkal a Mindentudás Egyetem előadásomhoz. Ez azt hiszem, hogy eléggé szemléletesen bemutatja, hogyan lehet gátlással szinkronizálni. Képzeljék el, hogy önök itt egy hatalmas úszómedencében úszkálnak, és én egy polip vagyok, akinek az a feladata, hogy összehangoljam mindenkinek a lélegzetvételét. Hát ennél mi sem egyszerűbb, sok-sok karommal mindenkit megfogok, majd víz alá húzok, és egy olyan jó 1-2 perc múlva egyszerre fölengedek. Hát garantálom, hogy legalább az első lélegzetvétel, az abszolút egyszerre fog mindenkinél történni. És ha én ezt ritmikusan ismételgetem, akkor elérhető az is, hogy minden egyes lélegzetvétel pontosan egyszerre történjen. Valahogy így csinálják ezt a gátló sejtek is. Serkentő sejtjeink itt össze-vissza kisülögetnek, kisülést reprezentálják ezek a piros csíkok, amelyek itt tova terjednek a nyúlványaikon, de csak addig megy ez teljesen össze-vissza, amíg meg nem kapják a gátlást,
a gátló sejtünktől. Utána, amint felszabadulnak a gátlás alól, hajszál pontosan egyszerre fognak kisülni. Aztán megint jön a gátlás, elhallgatnak, megszűnt a gátlás, produkálják a jeleket, és tökéletesen egyszerre. Tehát így kell valahogy elképzelni, hogy hogyan szinkronizálja a gátlás az összes serkentősejtet, méghozzá 2-3 millisekundum precizitással, és ezáltal teszi lehetővé, hogy ezek aztán egymással megerősítsék a kapcsolataikat, így beégetve a memória nyomokat. Na most, mivel ez a kisülési küszöbtől való eltávolítás, ugye gátlás által eltávolítom, majd visszaengedem, megint eltávolítom, megint visszaengedem, ez ritmikus, ezért amit valójában látni fogunk, az nem más, mint egy hullámtevékenység. Ez az összes idegsejtben egyszerre szinkron történik, tehát összeadódik, nem oltják ki egymást a hullámok, és annyira felerősödnek, hogy akár egy agykéreg tetején lévő elektródával is el lehet vezetni. Ezek tehát az agyhullámok, amelyek különböző frekvenciájú verziókban léteznek. 4-8 Hz-est az tétának nevezik, van 40 és 100 Hz között az már a gamma oszcilláció és a többi. Tehát ezek az oszcillációk nem más célt szolgálnak, mint hogy az éppen feldolgozást végző idegsejtek működését tökéletesen összehangolják. Ezt a gátlósejtek csinálják, méghozzá úgy, hogy ritmikusan legátolják őket, eltávolítják őket a kisülési küszöbtől, majd visszaengedik. És amikor visszaengedik, akkor adhatnak le jelet. És ez viszont tökéletesen szinkron módon fog történni. Így néz ki tehát egy ilyen agyi hullám tevékenység. Hogyha ezt megnézzük, a frekvenciája 40 Hz körül van. Ez alkalmas arra, ez a 40 Hz-es frekvenciájú oszcilláció, hogy néhány millisekundum precizitással itt a hullámok csúcsára szinkronizálja a sejtkisülést. Mi történik, ha valaki rágyújt egy füves cigarettára? Ez történik, kannabinoidok hatására ez az agyi hullámtevékenység jelentősen leromlik, amplitúdójában is és frekvenciájában is teljesen ilyen kusza, összezavart lesz. Ez tehát tökéletesen magyarázza azt a füvezők által is jól ismert tényt, hogy a füvezés igen jelentősen károsítja a memória kapacitást, a tanulási folyamatokat. Alkalmi füvezés csak alkalmilag, hosszú ideig tartó rendszeres füvezés pedig akár hosszú időre is, ha nem is megbénítja, de jelentősen lerontja a tanulási kapacitást. No, de a problémánk nincs megoldva, ugyanis egy gátlósejt, ezt eddig nem mondtam, nyúlvány rendszerével nem több mint 1000-2000 serkentő sejtet tud elérni. Tehát egy ilyen gátlósejt csak annyinak a működését tudja összehangolni, viszont egy elemi memórianyomhoz is ennél jóval többre van szükség. Több millió, több 10 millió sejtnek a működését kell összehangolni. Akkor ezt hogyan oldja meg az agykéreg? Ugye, amint már említettem, működik szépen ez a szinkronizálás, de egy ilyen kosársejt, egy ilyen gátlósejt, az csupán 1000-2000 ilyen serkentő sejtet tud összehangolni. Hogyan tudjuk ezt egy egész 10-100 milliós sejt együttesre kiterjeszteni? Képzeljük el, hogy nem egy medence van, hanem sok-sok medence. És minden medencében van egy polip, amelyik az abban lévő embereknek a lélegzetvételét hangolja össze. Hogyan tudnánk a medencék között is megvalósítani a szinkronitást? Hát ehhez kell egy szuperpolip. Ez a szuperpolip, ez valamennyi medence fölött állva mindegyik medencébe kinyújtja egy karját, de ott már nem az emberekkel foglalkozik, neki bőven elég, hogyha az ott lévő polipoknak a működését hangolja össze. Tehát így meg lehet valósítani a szinkronitást akárhány medence között. Most van-e ilyen szuper polip az agyban, vagy legalábbis valami idegsejt típus, ami hasonlóan működik? Igen, van.
Méghozzá ezek a sejtek nem is az agykéregben vannak, hanem ősi kéreg alatti központokban, és ezek az ott lévő idegsejtek spontán ritmikus aktivitást generálnak. Tehát pacemaker sejtek, akár mint a szív pacemaker sejtjei. És ezek szépen ritmikusan kisülnek, nyúlványaikat elküldik az agykéregbe, és az agykéreg gátló sejtjeit szelektíven idegzik be. Tehát nem foglalkoznak a serkentő sejtek millióival, százmillióival, nekik bőven elég, hogyha magukat, a polipokat, a gátló sejteket szinkronizálják. Tehát így képesek ezek az ősi kéreg alatti központok rendkívül hatékonyan szinkronizálni akár sejtek százmillióit is. Mitől ennyire érdekes ez? Attól annyira érdekes ez a szuperpolip funkció, hogy nem egy ilyen kéreg alatti központot találtunk, hanem legalább hármat, amelyik része ennek az ősi agytörzsnek, és mindegyik úgy működik, ahogy az előbb említett sejttípus, csak néhány tízezer sejtből állnak ezek az ősi magvak, de mégis rendkívül hatékonyan képesek az egész agykéreg működését, az ott lévő agyi hullámtevékenység frekvenciáját, amplitúdóját modulálni és az egészet beindítani. Egy másik közös tulajdonsága ezeknek a kéreg alatti területeknek az, ami talán a legfontosabb, hogy érzelmekről, motivációról és általános élettani állapotunkról szállítanak impulzusokat. Érzelmeink és motivációink, valamint az ezeket meghatározó több ezer éves kulturális örökségünk együttesen alkotják belső világunkat, tehát így képes belső világunk drasztikusan meghatározni a tanulás és memória kapacitásunkat. Innentől fogva kezdi el mindenki megérteni az idegsejt hálózati mechanizmusát olyan jól ismert, mindenki által megtapasztalt tényeknek, hogy miért emlékszem én vissza sok évtizeddel ezelőtt történt eseményekre, hogyha azokhoz intenzív érzelmek kapcsolódnak. Lehet az akár egy nagyon tragikus, vagy egy nagyon örömteli esemény, ahhoz intenzív érzelmek társulnak, akkor örökre emlékezni fogok rá. Míg abszolút nem emlékszem akár egy tegnap történt eseményre sem, hogyha az érzelmileg teljesen neutrális volt, teljesen közömbös. A motiváció is hasonlóképpen működik. Csak egy saját példát, hogy említsek, 11 évig kellett orosz tanulnunk, soha nem tudtam megtanulni oroszul, amit megtanultam, másnapra elfelejtettem, nem volt megfelelő motiváció, sőt, szinte inkább egyfajta passzív ellenállás, míg angolul kénytelen voltam egy fél év alatt megtanulni az egyetemen, mert kiderült, hogy nem a gimnáziumban tanult német a tudomány nyelve, hanem az angol, úgyhogy kellő motiváció volt ahhoz, hogy egy fél év alatt az ember eljusson egy viszonylag elfogadható szintre. Tehát a motiváció, az érzelmek és a mindezeket meghatározó az emberiség kulturális öröksége az együttesen alkotja belső világunkat, mely ezeken a pályákon keresztül képes meghatározni a tanulás hatékonyságát, a memória kapacitást, méghozzá az agyi hullámtevékenység gerjesztésén, fenntartásán keresztül. Ezért olyan rendkívül fontos tehát az, hogy kellő időt hagyjunk az agyunknak, hogy a belső világ hozzáadja az impulzusait a külvilágból érkező információ csomagokhoz. Üsse rá a maga pecsétjét, mert így lesz aztán az az információ csomag majd könnyen előhívható, berántható egy tudatos gondolkodási tevékenységbe, hogyha szükségem van rá. Az agykéregnek ez a hihetetlen tároló kapacitás, ez valóban képes arra, hogy gyakorlatilag minden nyomot hagyjon benne, ami velünk valaha történt, de mégsem emlékszünk közel sem mindenre, és itt nem a tároló kapacitás a probléma, hanem az előhívás, az előhívhatóság a szűk keresztmetszet, mert nem tudjuk adresszálni ezeket az emlékképeket valamivel megcímkézni, valamivel valami kapaszkodót találni rajta, amivel én be tudom rántani azt az emléknyomot a tudatos gondolkodási tevékenységembe. Mi az, ami tehet rá egy ilyen kapaszkodót? Mi az, ami ráüthet egy postafiók számot?
Hát pontosan ez az a belső világ. Úgy is elképzelhető ez a belső világ, mint egyfajta habarcs, amellyel az információ téglákat bevonjuk az eltárolás során. És akkor jön rá az ember, hogy az információ téglákat nem csak egymás mellé lehet pakolni, hanem ha van rajta elég habarcs, akkor egymás tetejére is, és így lesz aztán belőle egy eredeti új gondolat, egy új építmény. Minél vastagabb ez a habarcs, minél fejlettebb a belső világunk, annál szélesebb lesz az asszociációs képesség, annál több mindenhez fog hozzáragadni az a tégla. És minél egyedibb ez a belső világ, annál inkább biztosíthatjuk, hogy nekünk mindenről más jusson az eszünkbe, mint az átlag embernek, mert ettől leszünk kreatívak. Tehát a belső világ impulzusaitól rendkívül sok minden függ. Függ a tanulás hatékonysága, függ a memóriakapacitás, a memórianyomok előhívhatósága és az eredetiség a gondolkodásunkba, kreativitásunk. Éppen ezért talán önök is elfogadhatónak tartják ezt a konklúziót, hogy a két legfontosabb nevelési vagy önnevelési feladat a kreativitás szemszögéből az az, hogy meg kell teremteni az igényt és a feltételeit annak, hogy belső világunk ráüsse a maga pecsétjét a külső környezeti információcsomagokra, hogy minél inkább részt vegyen agyunk tudattartalmának kialakításában, ezeken a kéreg alatti pályákon keresztül és az agyi hullámtevékenység gerjesztésén, fenntartásán keresztül. A másik ugyanilyen fontos, hogy ezt a belső világot pedig fejleszteni kell. Az érzelemgazdagságot talán legjobban művészeti neveléssel kell és lehet fejleszteni. Minél többet foglalkozzanak a gimnáziumban a gyerekek költészettel, színjátszással, muzsikáljanak, ha hangszeren nem megy, akkor énekeljenek kórusban, vagy rajzoljanak, fessenek, kerámiázzanak. Fontos a passzív befogadásra való nevelés is, de hogyha az illető még ráadásul maga is aktívan részt vesz ebben a művészeti tevékenységben, az az, ami legjobban gazdagítja a belső világot. Lehet katartikus élményhez juttatni a diákot mondjuk egy fizika vagy kémia órán is, de el tudják képzelni, hogy mennyivel nehezebb, mint mondjuk egy irodalom órán valamilyen verssel. De nem lehetetlen, volt annak idején Öveges professzornak kiváló fizika órája a televízióban, ami oda ragasztotta a gyerekeket a képernyő elé. És vannak ma is karizmatikus tanáregyéniségek a természettudományok terén is, mert a legfontosabb az érzelemgazdagság fokozása szempontjából a katarzis. Minél több katartikus élményhez kell a gyerekeket juttatni, ami a legkönnyebb a művészeti nevelés végén. Ugyanakkor hangsúlyozni kell a motiváltságot, a megismerni vágyást. Ez is legyen benne a gyerekekben, de ez társuljon megfelelő érzelmi intelligenciával, megfelelő etikai érzékkel. És a kulturális hagyományok jobb átörökítésével, erre majd még kitérek. Na most információ robbanás, kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése, globalizáció világában élünk. Hogyan hatnak mindezek az előbb említett feltételeire a jó tanulási képesség, kreatív gondolkodó képesség szempontjából? Hát eléggé negatívan, mint azt el tudják képzelni, hiszen nem marad ideje az agyunknak az információ habzsolása közben arra, hogy a belső világ impulzusait társítsa ezekhez az információ csomagokhoz. A gyerek leül a számítógép elé, hogy valaminek utána nézzen, akkor még megvan a kellő motiváció. Tudja, hogy mit miért akar megnézni. Megvan éppen emiatt az érzelmi viszonyulás is a megismerni vágyott ismeret anyaghoz. De aztán az első elágazási pontnál talált valami izgalmasat, ami elterelte a figyelmét, gondolja, hát azt akkor még megnézi előbb, utána néz annak is, mielőtt a fővágányon menne tovább. De aztán ott megint csak beleütközik valamibe, ami kicsit eltereli a figyelmét, és így megy mindig pontról pontra az interneten, újabb és újabb információkat benyelve, de ezekhez már nem társul kellő motiváció, nem társulnak érzelmek,
mert a gyerek már rég nem tudja, hogy miért is ült le a számítógép elé. Így pedig teleírja az átmeneti tároló kapacitását az agyának haszontalan információval, ami, mivel nincs ezeken a gondolatokon, ezeken a memórianyomokon semmi érzelmi kapaszkodó, semmi motivációs bélyeg, ezért ezeket nem fogja tudni előhívni egy kreatív gondolkodási folyamatban. Egy alkotó tevékenységben ezekre nem tud hagyatkozni, ezekből nem támadnak eredeti új elképzelések. Mi lesz ebből akkor? Gyerek úgy érzi, hogy órákat töltött a számítógép előtt, és sem jut eszébe neki semmi. Mégsem tud előállni egy kreatív új gondolattal. Ez folyamatos frusztráltságot, sikertelenség élményt okoz. Egy idő után már krónikus stressz állapothoz vezet, ami pedig magyarázza a depresszió, a szorongás, a pánikbetegség rohamos terjedését. És itt nem csak a számítógépen való szörfölgetésről van szó, hanem az összes érzékszervünkön keresztül az agyunkat folyamatosan bombázó különböző tömegkommunikációs és egyéb kommunikációs eszközökről. A technológia fejlődését nem tudjuk megállítani, nem is azon kell törnünk a fejünket, hiszen a tudomány az halad előre. A tudomány, ami lehetőségeket felkínál, azokkal az ember mindig is élni fog, ezeket nem lehet és nem is szabad elutasítani. De rá kell döbbennünk arra, hogy ez óriási adaptációs teherként nehezedik az emberi agyra, mert az emberi agyat az evolúció nem erre találta ki. Az emberi agyat az evolúció, tudom én, 100 000 évvel ezelőtt, mondjuk ha attól számítjuk a közösségek létezését, akkor arra találta ki, hogy kommunikáljon 100-200 fős törzsi közösségeken belül, minimális információs környezetben. Ma viszont nem ilyen kis közösségekben élünk, és hihetetlen mennyiségű információ forrás az, ami folyamatosan bombázza az agyunkat. Hát ez az, amit nem elutasítanunk kell, hanem meg kell tanulnunk vele élni. Nem szabad, hogy a kommunikáció egyszerűsége, az, hogy ha hazaszalad a gyerek az iskolából, akkor ott a Facebookon keresztül mindjárt több mint 100 gyerekkel tud egyszerre kapcsolatot tartani. Viszont csak egy érzékszervén keresztül. És méghozzá egy olyanon, amelyeken keresztül igazi érzelmeket kifejezni nem lehet. Legfeljebb egy ilyen lefelé görbülő szájú vagy egy vigyorgó ikont lehet oda bekopizni, örömöt vagy bánatot jelezve. Lecsupaszítva ezzel a finoman gradált érzelmi skálát, amit az ember egy személyes kommunikáció alkalmával képes közölni. Ennél még a telefon is jobb, mert akkor legalább az illető hang hordozásából tudok következtetni valami fajta finomabb érzelmi megnyilvánulásokra. De a számítógépes kommunikációban teljesen elvesznek az érzelmek, ezért egyfajta lelki elsivárosodás is fenyegeti a gyerekeinket. Ha személyesen vannak együtt iskola után, vagy este mennek el valahová, minden érzékszervükön keresztül egyszerre tudják megtapasztalni a barátot, barátnőt. Ez egy egészen más világ érzelmi szempontból is. Szaglásnak is van például egy olyan komponens, ami tudat alatti. Soha nem tudatosul bennünk, hogy miért szimpatikus nekem az a másik ember. De a feromonok, amiket kibocsátanak férfiak, nők, az tudat alatt érzékeli az úgynevezett vomeronazális szerv, aminek a centrális nyúlványai nem is ugyanoda mennek, ahová a szaglóhám többi sejtje. De tudat alatt befolyásolják az érzelmi viszonyulásunkat az adott partnerhez. Tehát hihetetlen dolgok történnek a személyes kontaktus során, nem csak az, hogy a szeméből mit tudok kiolvasni, de még azt is, hogy tudat alatt egyéb érzékszervei mi mindent kommunikálnak. Ettől fosztja meg magát az a gyerek, aki azt hiszi, hogy a mennyiségi a fontos a kommunikációban, hogy ő egyszerre 100 gyerekkel tud kapcsolatot tartani, és nem a minőség. Ez is csak hozzájárul az elmagányosodáshoz és a személyiség változásokhoz. Aztán erről még esetleg egy szót, a fiatalabb gyerekeknél ez még veszélyesebb ez a kérdés, hiszen
Nekik ez a pecsétnyomó szerkezet, ez a belső világ még kialakulóban van, és hogyha agresszivitás sugárzó filmek, vagy idétlen számítógépes agresszív játékok világában nőnek föl, akkor ez a belső világ, ez a pecsétnyomó szerkezet, ez hiteltelenné válhat. Másik fontos probléma az információ robbanással az, hogy ez egyfajta adaptációs nyomásként nehezedik az emberi agyra. Mit értünk ez alatt? Ugye, tudjuk, hogy egy bármilyen biológiai rendszernek, egy fajnak, egy faj valamelyik szervének megváltozik a környezete, akkor a fajban már jelenlévő vagy keletkező különböző genetikai variánsok közül a természetes szelekció azt segíti, amelyik jobban alkalmazkodik a megváltozott környezethez. És minél nagyobb a környezet megváltozása, annál nagyobb szelekciós vagy adaptációs nyomásról beszélünk. És az agy számára a környezet egy bizonyos szempontból maga az információ, hiszen ez az a szervünk, amely felelős minden információ feldolgozásáért, elraktározásáért és hasznosításáért. Tehát az információ robbanás az agyunk számára egy olyan drasztikus környezetváltozás, amely jelentős szelekciós, adaptációs nyomásként nehezedik az emberi agyra. Az agy persze próbál ezek alól kibújni, vagy különböző megbirkózási stratégiákat keresni. Itt csak a legrosszabbakat emlegettem, ugye terjednek a drogok, ha már nem tud megbirkózni ez a sok információval, akkor leereszti a rolót, alkoholizmus, különböző kábítószerek világába menekül, befelé fordul, lila ködbe, és így próbál a túléléshez szükséges örömérzethez jutni. Tehát ez nyilvánvalóan nem lesz egy adaptív hozzáállás. De amit már említettem, az információ szelektálatlan habzsolása, az pedig a másik zsákutca, ez ugyanis különböző pszichiátriai betegségeknek a melegágya. Mi a másik probléma az információ robbanással már eddig elmondottakon kívül? A kulturális örökség tovább adásának igen rossz lesz a hatásfoka. Az, hogy miért is van ez így, azt egy biológiai példából lehet legjobban megérteni. Mi történik akkor, hogyha egy fajnál generációváltások között nagyon rossz a genetikai információ átadásának a hatásfoka? Mikor történik ez? Például akkor, hogyha a környezet drasztikusan megváltozik, és erre egy kiváló példa a melegvízű hőforrásokban élő fonálférgek. Egy ilyen forrásnak a vize az gyakran változik, a hőmérséklete gyakran változik, hiszen mély talaj rétegekben bármikor bekapcsolódhat egy másik ér annak a forrásnak a táplálásában, és már mindjárt akár több fokkal is megemelkedhet vagy lecsökkenhet a forrásvíz hőmérséklete. Most ez egy ilyen egyszerű faj számára, mint egy fonálféreg, egy óriási környezetváltozás. És hogyan reagál erre a fonálféreg? Úgyhogy megemeli a mutációs rátát. Mi is a mutációs ráta? Ugye amikor lemásolódik a DNS, az örökítő anyag, a gének, akkor ebbe a másolási folyamatban időnként valami hiba történik. Egy-egy ilyen hiba a másolásban az egy mutáció. A mutációs ráta vagy gyakoriság, az a mutáció gyakoriságnak ugye a megemelkedéséről beszélünk. Vagy miért jó ez az adott fajnak, hogy a mutáció gyakorisága megemelkedik? Hogyan tud ettől jobban adaptálódni? Úgy, hogy ezek a mutációk véletlenszerűek. Viszont a nagyszámok törvénye alapján minél nagyobb a gyakorisága, annál nagyobb valószínűséggel keletkezik egy olyan új genetikai variáns, ami majd jobban alkalmazkodik az új környezethez. Ez egyszerű matematika. Viszont mivel véletlenszerűek ezek a mutációk, ennek van egy súlyos mellékkövetkezménye, méghozzá az, hogy rengeteg torzszülött is keletkezik. Nagyobb sanszal keletkezik egy jobban adaptálódó, de rengeteg torzszülött is keletkezik. Na most agyunk számára drasztikusan megváltozott az információs környezet. És itt nem genetikai
változások átadódásáról van szó. Itt egyszerűen viselkedési mintázatok átörökítéséről beszélünk, ugye, mert nem élünk genetikailag zárt közösségben, tehát szó se lehet genetikai beltenyésztéssel járó genetikai szelekcióról, de a viselkedés mintázatok ugyanúgy adódnak át. Most az agy környezetében drasztikus információs környezetváltozás, ez mihez vezet? Lehet, hogy jobban adaptálódunk majd bizonyos környezeti változásokhoz, de a társadalmi fejlődés szintjén itt is megtapasztalhatjuk a torszülötteket. Én ide sorolom a terrorizmust, a vallási szektákat, az elmagányosodást és az önzést. És ezek közül az utóbbi kettővel foglalkoznék egy kicsit részletesebben, ha még bírják, nem tudom. Még? Jó. Az elmagányosodásra egy példa, megint csak egy biológiai példával jönnék elő, hogy hogyan is jöhet ez létre. Hogy mi a leépítő evolúció, ami az elmagányosodással együtt jár, azt azonnal megértik, hogyha a házi állatainkra gondolnak, hogy ezek mennyit veszítettek a vadtípusú őseik kiváló mozgásképességéből, érzékszerveik finomságából, éppen az emberrel való több ezer éves együttélés során. Leépítette azt a mozgásképességet, mert nem volt rá szüksége. Nem kellett neki már olyan finom látó képesség, leépítette az evolúció. És ennek a leépítő evolúciónak egyik legdrasztikusabb formáját adja egy szakkulina nevű rákfaj. Ez a szakkulina nevű rákfaj, ez lárva állapotban még kiváló mozgásképességgel rendelkezik, remek érzékszervekkel, de csak addig, amíg meg nem találja a gazda állatát. Ez egy élősködő rákfaj. A gazda állat az egy jóval nagyobb testű rák, azon megtapad, a testébe táplálék szívó tömlőket növeszt, azon keresztül táplálkozik, míg leépíti a mozgásszerveit, leépíti az érzékszerveit, az idegrendszerét, és a testen kívüli része, tehát a gazda állat testén kívüli része átalakul egyetlen hatalmas nemi mirigyé. Most ez valóban a leépítő evolúciónak egy elég drasztikus példája. Na most a otthon elmagányosodottan élő ember, aki csak mondjuk a dél-amerikai sorozatokon él, onnan ott próbálja megtalálni azt a szociális kapcsolatrendszert, ami neki hiányzik. Vagy a plázákban vegetáló szőke, pláza, cicák és kigyúrt barátaik, hát mondjuk őket durva dolog egy nagy nemi mirigyhez hasonlítani, de biztos, hogy a társadalmi fejlődés szempontjából nem ők lesznek a példaképek, ugyanis szépen lassan leépíti kommunikációs képességüket, de ez érdekes módon nem megy a szaporodó képesség rovására. Szóval egy-két negatívumát hadd mondjam el ennek. Ma már lehetséges otthonról is munkát végezni. Számítógépen keresztül az ember akár be is vásárolhat. Még ahhoz sem kell kimozdulni a lakásból. Minden kommunikációt számítógépen keresztül végez. Ha már megunja a munkát, akkor játszik egy-egy idétlen számítógépes játékot. Ezáltal leépíti teljesen a szociális kapcsolatrendszerét és elmagányosodik. Az ember viszont genetikailag determinált módon társas lény, közösségeiből kiszakítva személyisége eltorzul, és nem is képes tartósan túlélni. Ezért próbálják az elmagányosodott tömegeket, amelyek ugye tulajdonképpen az ideális fogyasztó, az nem más, mint az elmagányosodott ember, hiszen számára a legfőbb értékmérés az nem más, mint a fogyasztás. Az így elmagányosított embert azonban életben kell tartani. Ezt a célt szolgálják ezek a dél-amerikai valóságsók vagy családsorozatok. Ezek tulajdonképpen egyfajta tablettázott életet jelentenek, tablettázott szociális kapcsolatrendszert, és ha az ember tényleg ezektől függővé válik, akkor
meg is szűnik minden motivációja, hogy kitörjön ebből a helyzetből, ebből az elmagányosodott helyzetből. Ennek rengeteg egészségügyi vonatkozása is van, hiszen ha nem kapja meg a tudatos működésű agyunk minden érzékszerven keresztül a rendszeres impulzusokat, akkor az nem is fogja működésben tartani még a vegetatív idegrendszert sem. A vegetatív idegrendszerünk pedig az összes szervünket működteti, köztük még az immunrendszert is. És ha az immunrendszerünket nem rugdossa rendszeresen a vegetatív idegrendszer, akkor bizony olyan csúnya betegségek is jönnek, mint a rák. Hiszen ráksejtek mindannyiunk testében minden nap képződnek, ezeknek a felismerésért és eliminálásáért felelős részben az immunrendszerünk. Tehát nagyon sok minden problémára számíthat az ember, nem csak a társadalmi, személyes kapcsolatai szempontjából, de még egészségügyi szempontból is, ha kiszakad a közösségből. Igen, tehát leépülnek a szociális kapcsolatok, és szétfeslik a társadalmat összetartó szövet. Csak a fogyasztás marad, mint örömszerzés. Az érett személyiség ugye nem ideális fogyasztó, az ideális fogyasztó az infantilis személyiség, vagy ahogy Szakó Gábor mondta, a konzumidióta. De mivel az ember genetikailag determinált módon társas lény, valós szociális igényeit tablettázott való élettel elégítik ki. Ez volt tehát az egyik torszülöttje a társadalmi fejlődésünknek. A másik pedig az önzés. Az önzés egyik oka, mint már említettem, a kulturális hagyományok rossz átörökítése, a másik pedig kis közösségünk folyamatos leépülése. Miért fontosak a kis közösségek ahhoz, hogy próbáljunk a szelekció által diktált, az evolúció által diktált önző viselkedésnek ellenállni? Azért jók erre a kis közösségek, ezt mindjárt meg fogják érteni, a biológiai példából, talán emlékeznek rá, ezt elmondtam már itt is egy pár évvel ezelőtt, a vérszívó denevérek példája ezt ékesen elmagyarázza. Ezek a vérszívó denevérek 30-40 fős közösségekben élnek Dél-Amerika dzsungeleiben, mindig éjszaka indulnak vadászatra, általában csak egy-két olyan denevér van, amelyik az adott éjjelen talált egy megfelelő méretű emlősállatot, aminek a véréből jól tudott lakni. A nappalaikat azzal töltik, hogy egymást vakargásszák. Általában a hasi tájékot vakarásszák, mert így tájékozódnak arról, hogy melyik az a denevér, amelyik az éjszaka jól lakott. És amelyik jól lakott, attól kérnek. Ezek a denevérek képesek felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálják az éhen maradt társaikat. És mikor járna legjobban egy denevér? Akkor, ha ő bármikor kér, ő mindig kap, de ha tőle kérnek, ő senkinek nem ad. Így ő jut a legtöbb táplálékhoz, így ő lesz a legfittebb, és ami a legfontosabb, ezáltal a legszaporodóképesebb. Őt segíti a szelekció. Tehát az ő génjei fognak leghatékonyabban elterjedni a populációban. Ez pedig ahhoz vezet, hogy néhány generációváltás után ez az önző genetikai variáns szinte kiszorítja a többit a közösségből, így viszont az egész denevér populáció éhen pusztulna. Na de a denevérek még mindig nem pusztultak éhen, és ennek nagyon jól ismerjük a magyarázatát. Ugyanis nem véletlenül élnek 30-40 fős közösségekben, hanem azért, mert az agyuk pontosan olyan fejlett, hogy egy ilyen méretű populációban tökéletesen nyilván tudják tartani, hogy kivel hányadán állnak. Ki az, aki, ha kértem, adott, és ki az, aki nem adott. És aki nem adott, annak ők sem adnak. Így ez az önző genetikai variáns, ez szépen kiszorul a közösségből, és éhen pusztul. Most könnyen belátható, mi történne akkor, hogyha arra kényszerítenénk a denevéreket, hogy ilyen óriási százezres kolóniákban éljenek. Hát nyilvánvaló, hogy nem képes emlékezni egy denevér, hogy melyik volt az a szemét, aki nem adott. És így az önző variáns szelekciós előnyhöz jut, hiszen önzősége rejtve marad. Ezt kihasználhatja, ő fog jutni a legtöbb tápanyaghoz, ő lesz a legfittebb, legerősebb, legszaporodóképesebb.
Na most emberi közösségekben is ugyanez működik, csak nem genetikailag öröklődnek az önzőséget meghatározó gének, mert mint mondtam, nem élünk genetikailag zárt populációban, hanem a mémek, a viselkedés mintázatok öröklődnek. De ugyanúgy működik azokra is a szelekció és az evolúció szabályai. Most ugye nem 100-200 fős közösségekben élünk, mint annak idején, amikor az evolúció kitalálta az emberi agyat, mint legjobb megoldást, hanem jóval nagyobb közösségekben. Pedig az emberi agy ma sem képes sokkal többre, mint 100 000 évvel ezelőtt, hiszen ha megnézzük a mai természeti népeket, mondjuk Dél-Amerika dzsungeleiben, ma is csak 100-200-300 fős törzsi közösségekben élnek. Egy ilyen méretű közösségen belül képesek folyamatosan monitorozni a viszonosságot, a szociális kapcsolatrendszert. Ha megnézzük, ma egy jól működő középüzemben hányan dolgoznak? 100-200 fő. A leghatékonyabban együttműködő szakmai vagy egyéb közösségek, mondjuk egy egyházi, jól működő egyházi közösség, egy egyházközségben, egy gyülekezet, amelyek igazán együtt mozognak és közös programokat terveznek, és igazából van értelme annak a gyülekezetnek, azok maximum 100-200 fősek. Ha megnézzük egy városi ember telefonos noteszát, abban sincs több, mint 100-200 fő. Tehát a mai ember agya sem képes sokkal többre, mint hogy egy ilyen méretű közösségen belül folyamatosan nyilvántartsa szociális kapcsolatait, a viszonosságot, hogy kivel hányadán áll. De mi nem ekkora közösségekben élünk, hanem jóval nagyobbakban. Város, és nem is beszélve egy nemzeti közösségről. Ezek az evolúciós törvényszerűségek egy olyan embertípus kifejlődésének kedveznek, amely kis közösségekben, mint család együttműködő, de egy nagyobb közösségben, mint egy nagyváros vagy nemzeti közösség, ott már igenis önző és kihasználja mások altruizmusát. Tehát minél kisebb a közösség, annál nagyobb önzetlen gesztusokra képes az ember, mint egy család, de minél nagyobb a közösség, annál kevesebb altruizmusra, önzetlen gesztusra képes az ember. Mert mi van akkor, hogyha az önző ember, az önző viselkedés elterjed a közösségekben? Sajnos ennek fennáll a veszélye, hiszen a közösség gondolkodását igen jelentős mértékben megszabja a média, és sajnos a médiának nem minden szektora, illetve a politikai pártjainknak sem mindegyike kommunikálja azt, hogy a közösséggel szembeni altruizmusnak micsoda óriási jelentősége van. Ugye azt mondják, hogy az egyén sikeressége a legfontosabb, mert csak sikeres egyénekből lehet sikeres társadalmat fölépíteni. Hát még olyan sem, mint a nyálkás penészé, mert a nyálkás penész történetét azt mindjárt elmondom. A nyálkás penész az egysejtű lényekből álló telep. És ezekben a telepekben minden egyes sejt, minden egyes ilyen nyálkás penész sejt állábakkal képes mozogni. Ugye amöboid mozgásnak hívják ezt, amikor kinyújtja az állábait, és azzal csúszik, mászik odébb. Törnek mindig a nedvesség felé, mert ott tudnak jobban szaporodni. És ezekkel az állábakkal nem csak mászni lehet, gondolom, hanem könyökölni is, mert ugye lögdösik félre a szomszédjaikat, és rendkívül önző módon mindegyik maga akar szaporodni, mindegyik maga akar a nedvesebb terület felé jutni. Viszont ez az önző viselkedés csak addig tart, amíg az egész telep létét nem fenyegeti veszély, például egy kiszáradás révén. Ilyen kiszáradás alkalmával a nyálkás penész sejteknek körülbelül egy harmada az szárrá alakul. Így egymáshoz tapadva egy spóratartó szárat képeznek, azért, hogy a spórává alakult társaikat kiemeljék a nyálkából, és ezt aztán a szél elröpítheti esetleg egy jobb területre. Tehát így próbálják megúszni a kiszáradást. A korábban önző sejtek, itt sárgák azok, amelyek szárra alakultak, korábban ők ugyanolyan önzők voltak, de aztán kiszáradás
során ők alkotják ezt a sárga színű spóra tartó szárat, amelyik aztán ilyen hosszúra megnyúlik, és a sok-sok spórává alakult testvérüket, ezeket a kékeket kiemelik a nyálkából, amelyeket aztán a szél elröpít és újabb telepeket alkothatnak. Tehát korábban önző, de az egész közösséget fenyegető veszély hatására önfeláldozóvá váló nyálkás penész sejtekről beszélünk. Tehát van még mit tanulnunk akár a nyálkás penésztől is. Történetnek nincs itt vége, még csak a java most kezdődik, ugyanis nem régen fedeztek föl egy új genetikai variánst a nyálkás penész sejtek között. Ez egy olyan genetikai variáns, amelyik soha nem hajlandó szárrá alakulni, mindig csak spórává. Jöhet akármilyen kiszáradás, vagy bármi más veszély, ő mindig spórává alakul, mert ő szaporodni akar, és világ minden kincséért sem áldozná föl magát, mint szár. És ez még mind nem elég. Egy olyan kémiai anyagot választ ki magából, ami a környezetében lévő sejteknek a szárrá alakulását indukálja. Tehát egy rémséges, pofátlan egyedről van szó, amelyik nem elég, hogy soha nem áldozza föl magát, de a környezetét még arra kényszeríti, hogy ők meg igenis áldozzák föl magukat. Na most, ha megnézzük a szelekció irányát az egyedek szempontjából, az melyiknek kedvez? Hát nyilván ennek az önző variánsnak, hiszen ő mindig spórával alakul, mindig elrepül, aztán mindig tovább szaporodik. De ha a telep szempontjából nézzük meg a szelekció irányát, az megfordul. Ugyanis leírták a biológusok, hogyha egy ilyen nyálkás pedész telepben ennek az önző genetikai variánsnak az aránya elér egy bizonyos küszöböt, akkor annyira megrövidülnek a spóratartó szárak, hogy a spórák beleragadnak a nyálkába, és az egész telep elpusztul. Hiszen alig marad már valaki, aki hajlandó lenne szárrá alakulni. És így az egész telep elpusztul. Tehát amíg az egyén szempontjából a szelekció az önzőt segíti, addig a közösség szempontjából minél nagyobb az aránya az önző variánsnak az adott közösségben, annál kevésbé lesz az a közösség versenyképes. És egy idő után akár el is pusztul. Most érdemes ezen elgondolkodni, Európai Uniós tagságunk révén is, ugye? Ne gondolja senki, hogy ha majd egyszer akár a határok is eltűnnek, akkor nem lesz fontos az, hogy az egyes nemzeteket alkotó emberek miként gondolkodnak a közösség érdekeit illetően. Azok a népek, amelyek tagjai számára teljesen mindegy, hogy hol létesítenek vállalkozásokat, melyik nép területén, hol létesítenek munkahelyet, hol fizetnek adót, hol végeznek karitatív tevékenységet. Az egyetlen, ami számít, az egyéni profit maximalizálása. Az ilyen nemzetek az Egyesült Európában véleményem szerint halálra vannak ítélve. Igen, hát itt egy kicsit már elszaladt velem az idő. Nem igazán lesz időm ezeket a kérdéseket kibontani, bár rendkívül fontos kérdésekről van szó, hiszen ha ez az önzés mondhatni biológiailag determinált, akkor meg kell találni belőle a kiutakat. Az egyik kisközösségeink újraalakítása rendkívül fontos, a lakó helyi kisközösségeket megtartani, a falvakat, a vidéket. Ők tartják még mindig a lelket a nemzetben. De ugyanilyen fontos a nagyvárosi kisközösségek létrehozása. Itt ékes példa itt ez a léleképítő, amely egy régóta összekovácsolódni látszó kisközösség. De ugyanilyeneket lehet szakmai közösség, bármilyen speciális érdeklődési terület alapján szerveződött kisközösségek, aminek a lényege, hogy közösen megvallott erkölcsi, etikai, szakmai, stb. Elvek alapján szerveződjenek, és legyen annyira kicsi a közösség, hogy annak tagjai képesek legyenek nyomon követni, hogy a közösség bármely tagja hogyan viszonyul ezekhez a közösen megvallott értékekhez, elvekhez. És ha ezt képesek monitorozni, akkor aki nem képes
megfelelőképpen viszonyulni ezekhez az értékekhez, elvekhez, azokat a közösség automatikusan kitaszítja. Ilyen együttműködő kis közösségekből lehet aztán majd a nagyobb közösségeket is, mint akár egy nemzeti közösség újraépíteni. Fontos, ugye, mint említettem, a belső világ bevonása, több ezer éves társadalmi, kulturális, együttélési tapasztalatok, amelyek felhalmozódtak az évezredek során, ezekből kristályosodtak ki különböző együttélési szabályok, etikai vagy akár vallási szabályok. Ezek is részét képezik belső világunknak. Nagyon fontos, ugyanilyen fontos a példaadás és a szellemi környezet aktív megváltoztatása. Hiszen az ember nincs kiszolgáltatva olyan szinten a külső környezetnek, mint bármelyik más biológiai létező. Az alkalmazkodás az egyértelműen szükséges. Az ember viszont képes megváltoztatni a környezetét, ami egyfajta alkalmazkodási iránytűként szerepel, és elsősorban a szellemi környezetét képes aktívan megváltoztatni. És nem mindegy, hogy merre mutat ez az iránytű. És hát ugye az elején emlegettem, hogy van ott még egy fontos dolog, a belső világ gazdagítása, de ezekről most már volt szó, úgyhogy még egyszer ezekre nem térnék vissza. Inkább csak néhány pontban összefoglalnám búcsúzóul a tudományos résznek a fő üzeneteit, amelyek a társadalmi kitekintés alapjául is szolgáltak. A tanulás és memória folyamatai tulajdonképpen az idegsejtek közötti tartós kapcsolatok tartós megerősítésén alapulnak. Egy-egy memórianyom, ugye nem két sejt közötti kapcsolat, hanem egy memórianyom létesítésében több tízezer, több tízmillió, százmillió idegsejt is részt vehet. Ezeknek a hálózatai jelentenek egy memórianyomot. A köztük lévő kapcsolat megerősödését pedig a precíz szinkronizáció teszi lehetővé, amit az agyi hullámtevékenység biztosít. Ennek az agyi hullámtevékenységnek pedig meghatározói, alapvető elindítói és fenntartói az érzelmek és motiváció pályái, azok az ősi kéreg alatti központok, amelyek belső világunk impulzusait szállítják. A belső világ fejlesztése, bevonása pedig éppen ezért alapvető, ezt pedig legjobban a művészeti, erkölcsi, etikai nevelés szolgálja, illetve egyfajta szelektált információ feldolgozás. És mindennek egyenes következménye a kreativitásunk fejlődése is, de ugyanakkor emberségesebb emberekké is válhatunk a pénz világ és az érdekkapcsolatok világában. Köszönöm, hogy meghallgattak.